Ugye az első fél időben tartottunk a Tarjántól, tudtuk, hogy küzdős hajtós csapat. Ez volt a kérdés, hogy ezt mennyire tudjuk fölvenni. Én úgy gondolom, hogy ez teljesen sikerült, sőt, inkább játékban nem sikerült azt játszani, amit szerettünk volna az első fél időben. Ők többet birtokolni, és nem is az, hanem hagytuk nekik, hogy hátul játszanak, és ez kicsit zavart keltett. A fél idő második felében már úgy gondolom, hogy jobban volt, a több lehetőségünk volt. A második fél idő elején nagyon jól kezdtük. Gólt rúgtunk, amit Lesmiot nem adtak meg, azt sokan véleményezték, most még a játékosok is. Utána rúgtunk egy kapufát, tehát ott második fél idő elején úgy gondolom eldönthettük volna a mérkőzés, utána jött megint egy olyan 10 perc, amikor a Tarjánnak voltak nagy lehetőségei, ott megint kerültek, többször céltévesztettek, majd ugye betaláltak, ami örömteli, hogy nem adtuk fel és talpra tudtunk állni és egyenlíteni tudtunk. Valamint még ott volt egy nagy helyzetünk a végén, ott egy jó döntés van, tehát nem is értem, hogy egy 2-1-esztitút így oldunk meg, hogy nem tudunk belőle jó helyzetet kialakítani, de hát örüljünk annak, hogy mégis megkaptunk. Hát így utólag már lehiggadva, azt mondom, hogy igazságos döntetlen született, mert az ellenfélnek az egy volt kapufája, ahol számoltam 2. Az első, hát igazából úgy jöttünk, hogy minimálisan legalább egy pontot vigyünk haza. Ez a minimális cél sikerült, de hozzá kell tennem, hogy egy nullnál már nem olyan sok volt, hát azt kiúszhattuk volna. Nem sikerült. Nem feküdt tehát az ellenfélnek a stílusa a második fél időben, az angol stílus. Éppen nagyon kellemetlen erős centerük volt, ez nagyon nehéz volt őt semlegesíteni. Nagyon kellemetlen ellenfél volt, megpróbáltuk. Hát ott kicsit távolról fogtuk, amiből gólt kaptunk, de azt mondom, az első fél alapján az első fél idő is döntetlen, azt mondom, hogy reális, második fél időben a helyzetek alapján is, de azért nekünk ilyen kidolgozott helyzet, mögéjük mentünk, jó párszor voltak bepasszaink, de nagyon-nagyon nagy meleg is volt, tehát az időjárás is hirtelen meleg. De ez az ellenfélnek is azt gondolom, hogy igen, nekik is nehéz volt. Hát hasonló stílusban futballoztak, mint mi, egy nagyon harcos, nagyon kellemetlen csapat. De benne volt így, hogy mi szereztük már a vezetést, és nem olyan túl sok idő volt már hátra, benne lehetett volna a 3 pont is. De ha reálisan nézem, akkor igazságos az 1 pont. Igazságos eredmény született, úgyhogy gratulálok a csapatomnak, le a kalap előttük, nagyon nagyot küzdöttek. De ellenfélnek is gratulálnom kell. És a csapatomat még akiben is meg kell, nagyon fegyelmezetten, nagyon egyben maradt csapatunk. Küzdünk céljaink eléréséért. Minden pontot meg kell becsülni, ezt is. Még mindig jobb 1 ponttal haza menni, mint esetleg szerencsétlenül vereséggel, úgyhogy most hazautazunk, készülünk a jövő hétre, próbálunk kicsit frissülni. Nagyon nagy energiát vett ki belőlünk ez a mérkőzés. Úgyhogy nem nagyon tudok most többet elmondani, át kell gondolnom az egészet, de én nem hiszem, hogy ha meg fogom nézni az összefoglalót, akkor azt mondanám, hogy nem reális az eredmény, de jó lett volna, hogyha 3 ponttal utazunk haza.